Télen gondot kell fordítani a kertben élő állatok házának téliesítésére, testük melegen tartására, fontos a megfelelően szigetelt fekhely, valamint a víz és a táplálék biztosítása. Ha pedig szélsőségesen hideg idő van, akár mínusz 15-20 fok, akkor átmenetileg be lehet engedni az állatot a házba vagy a garázsba, különösen éjszakára. De nem csak a kint élő négylábúakra kell ilyenkor különösen odafigyelni, mondja az állatorvos, aki felhívta a figyelmet arra is, minden fajtának mások az igényei, eltérő a tűrőképességük, valamint más a számukra ideális hőmérséklet. Az állatok hidegtűrő képessége függ a testméretüktől, a szőrzetük minőségétől és mennyiségétől, a négylábúak kondíciójától és korától is. Attól is függ ez a dolog, hogy milyen fajta kutyáról van szó. A nagyszőrű, nagytestű, hosszúszőrű, hidegtűrő állatokkal nyilván nincs olyan sok gond. A picike ölebekkel pedig, amelyek a lakásba szoktak lenni általában, azokra figyelni kell, hogy a hirtelen hőmérséklet változáskor esetleg hát ugye megfázhatnak. Főleg azokkal a kutyákkal kell vigyázni, amelyiknek nincs alkalma fokozatosan hozzászokni a lehűléshez. Előfordul, hogy a hidegbe kiengedett, de lakásban tartott állatmancsa megsérül a jégdaraboktól vagy a járdára szórt sótól, de a megfázás is gyakoribb a nagy minuszokban, mondja az állatorvos. Tehát előfordul, hogy torokgyulladásuk lesz, hogyha nagyon sokat rohangálnak, mert hirtelen ugye kapkodják, veszik be ezt a hideg levegőt, tehát erre érdemes még figyelni, hogy nagyon-nagyon hirtelen és ne sok és megerőltető fizikai tevékenységet végezzenek ilyenkor a kutyák. És nyilván utána akkor vissza kell menni a melegbe. Az elkövetkező napokban fagypont alatt alakulhat a hőmérséklet éjszaka, reggel mínusz 2, mínusz 3 fokra készülhetünk Tolna megyében. Sőt, havas eső, hóesés is előfordulhat a déli országrészben, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.